Három egykori menekülti színpadra lépett az idei Eurovíziós dalfesztiválon, közülük ketten bejutottak a szombati döntőbe. A tadzsik konfliktus elől 1994-ben Oroszországba menekült Manizsa, az ENSZ jószolgálati nagykövete, a menekültek szószólója, reméli, sikerei inspirálják sorstársait. Tudod, nagyon fontos ezekről a dolgokról beszélnünk, mert annyi menekült van közöttünk, és támogatnunk kell őket. Hiszem, hogy jó menekült vagyok, sokszor segítem a hazámat, mert szeretem a hazámat. Még több biztatást, képzést kell nyújtanunk számukra, hogy kivívhassák az elismerést, megbecsülést. És igen, az Eurovízió elismerés számomra is, és a balettáncos számára is, aki szomorú, mert nem jutott a döntőbe. A kongói Tushin Chiza 3 évet töltött egy ugandai táborban, majd Svédországban kapott menedéket, így svéd színekben lép színpadra szombaton. A dal a reményről, a kitartásról és az önmagunkba vetett hitről szól, és arról, hogy fontos mindenkinek a hangja, hallassa, mert méltó arra, hogy meghallgassák. A közel-keletről elmenekült balettáncos énekes Ahmed Jude Hollandiát képviselte a csütörtöki második elődöntőben a Különleges Közeli Találkozások című előadásával, dalával.